Sziasztok, és sok szeretettel köszöntelek titeket a Centrum Sarkiskola YouTube oldalán. Juhász Ármi nemzetközi mester vagyok, és egy várva várt videóval készültem nektek, azaz Mihály Tárról fogunk tanulni, és az ő életéről fogunk egy picit beszélni. De még mielőtt itt belemennék, annyit szeretnék mondani itt az előző videóval kapcsolatosan, hogy a tévhiteket elhesegessem. A tirelőny érvényesítésével kapcsolatos videósorozatot amúgy bármikor meg lehet vásárolni, bármikor meg lehet rendelni, csak most, hogyha az első héten belül rendelitek meg, akkor kaptok majd bónusz videót, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó, na javaslom, hogy nézze vissza az előző videót, aki pedig igen, és nagyon gondolkozik, annak javaslom, hogy rendelje meg itt Három napon belül, mert akkor még egy bónusz videót is kaptok hozzá. No de folytassuk tovább, itt a híres játékosok játszmáival való foglalkozást, ugye volt már Nakamura, volt már Polgár Judit, és most pedig Mihály Tárról lesz szó, és a következő videóban pedig majd Murphyról, szóval ne aggódjatok, igyekszem minden kérésnek eleget tenni. Hát ugye Mihály Tár egy igazán rendkívüli sakkozó, akár életpályáját tekintve, akár mint embert, akár mint sakkozó, tehát egy kiváló tehetséges, taktikus játékos volt, egy igazi ösztörlény, aki, aki imádott áldozni, kezdeményezni, és nagyon-nagyon-nagyon bátran játszott, és sokszor még akár az eredmény rovására is ez ment, de ő élvezte, hogy ez egy játékű áldoz, és az ellenfél pedig hát sokszor ezt nem tudta megfelelően kezelni. Még nem volt annyira kialakult a védekezésnek a módszertana, és sokszor egy-egy pontatlanságot a tár könyörtelenül kihasznált. Saját magát egy vicces mondása volt Tálnak. Azt mondta, hogy kétfajta áldozat-típus létezik a sakban, Vannak a korrekt áldozatok, és vannak az enyém. Ez azt hiszem minden elárul, de hát ennek ellenére világbajnok tudott lenni. Ugye, hát mit kell tudni táról? 1936-ban született Rigában, ezért is kapta azt a becenevet, hogy a rigai varázsló, mert tényleg fantasztikus dolgokat művelt a, a sakktáblán. Nekem volt is szerencsém szerencsém ligában játszani, és hát tényleg ott igazi tálkultus van mind a mai napig, szóval nagyon izgalmas és nagyon érdemes. Akinek esetleg lehetősége van hát ligában sakkozni, annak mindenképpen javaslom, mert egy igazán gyönyörű hely is. És hát ugye világbajnok tudott lenni, 1960 és 1961 között ugye Botviniktől el tudta venni a világbajnoki címet, amire nem sokan számítottak. Tehát egy feltörekvő ifjú tehetségnek tűnt, de azért, hogy Botvinikot legyőzze, az nem tűnt túlságosan valószínűnek, de taktikus játékára nem volt Botvinik fölkészülve, illetve még nem volt annyira sok információ őróla, hogy igazán jól fel tudjanak készülni őrá. És ezen kívül, hogy világbajnok volt, ugye, ezen kívül, hogy fantasztikus sok szép áldozatokat hát, hozott a partjaiban, azért azt érdemes hozzátenni, hogy 8 sakkolimpiát nyert a Szovjetunióval, ami azért nem kis teljesítmény. No hát ennyit nagyjából az ő életpályájáról, mert szerintem ti a játszmáira vagytok elsősorban kíváncsiak, és a Tringov elleni játszmáját választottam 1964-ből. Egy teljes partit fogunk megnézni, meg egy diagramot, azért táljátszmák közül egyet választani, hát azért nem egy kellemes feladat. Biztos vagyok benne, hogy ti sokat fel tudnátok sorolni, hogy melyik a ti kedvenc tálpartitok, esetleg nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy mi az, a amit majd egyszer egy későbbi videóban megnéznétek tőle. Kezdjük is a partit, ezt 1964-ben játszották, akkor ugye ő már nem volt világbajnok, de ott volt a legjobb sakkozó között. Tringov egy erős mester volt, de azért nem egy tál kaliberű sakkozó. Alapvetően Tál egy E4-es nyitó volt, szerette a taktikus éles nyitásokat, de azért, amit kevesen tudnak róla, hogy például a végjátékban is kifejezetten erős volt. G6, D4, futó G7, és jön a 20 C3 D6, ez az úgynevezett Pirc megnyitás feketével, vagy modern megnyitásnak is van, hát ez nevezve. Na most alapvetően én ezt nem tartom annyira nagyon jónak, mert világosnak iszonyú centruma van, és azt gondolom, hogy itt ebben az állásban több olyan módszer is van, amivel előnybe tudunk kerülni, akár a legagressz, legagresszívabb F4 lépés is eznek eleget tenne. Itt áll Huszár F3 lépett, azért ne feledkezzünk el a dátumról, tehát 1964, akkor még azért a megnyitás elmélet közel sem járt olyan magas szinten, mint manapság, ahol szuperkomputerek segítik a, a nagymestereknek a felkészülését, szekundáns csapatok vannak, Tál azért amellett, hogy világbajnok volt, ugye újságíróként is tevékenykedett, tehát azért nem olyan kaliberű felkészülései voltak, mint a manapság mondjuk a zennek. És fekete, ahelyett, hogy a klasszikus huszár f lépett volna és átment volna a pierce a főváltozatába, amire amúgy szintén van egy tál Petrosian part, ha valakit érdekel, érdemes megnézni, nagyon izgalmas. Itt elkezdett c 6 játszani egy ilyen nagyon furcsa, accentrikus állást. És innentől kezdve érdemes megnézni a világosnak a lépéseit, hogy mennyire agresszívan és ambíciózusan építi fel a játékát. Tehát ő itt már büntet ő már büntetés, ez jogos ez a büntetés, mert a megnyitási alapelveknek ellen megy. Fekete. Tehát nem nagyon foglalt el a centrumot, nem fejlődött ki a könnyű tisztekkel, és ennek köszönhetően ugye nem tudott elsáncolni sem. És bizony az egész partit emiatt fogja elveszíteni a fekete. Na most ilyen esetekben érdemes aktív lépéseket választani, mint például ez a futó G5. Ez a futó G5 ez egy, ez egy bátor kezdeményező lépés, ami rögtön le is köti ezt a gyalogot, illetve ha esetleg megtámadod, akkor majd visszalépek a futóval, akár EH hogy majd később vezér D2 után ez a H6 gyalog egy picit gyenge legyen, vagy csak simán H4-re is, és ezzel úgymond provokálom ezeket a gyalog lépéseket, mert azért ezek inkább gyengítések, majd később egy szép napon h 4 bele fogok tudni kötni, és ha rövidre sáncol a sötét, akkor az bizony nem egy jó jel, hogy a gyalogokat már előre küldte. Éppen ezért fekete kimászott a kötésből, és vezér b 6 lépett. És ez a játszmának az első kritikus pillanata, hogy erre a vezér B6- hogyan érdemes reagálni. Javasolnám nektek, hogy itt állítsátok meg a videót, és gondolkozzatok egy picit, hogy mi lenne itt a legjobb lépés szerintetek, illetve hogy mit léphetett a tál. A kettő most amúgy egyezik. Meg is mutatnám. Vezér D2. Ugye a B2 gyalog titkos életéről és a mérgezett B2 gyalogról már kettő videót is készítettem, ha esetleg nem láttátok még korábban, akkor érdemes visszatekerni, megnézni őket. Ugye sokszor ezt beáldozzuk azért, hogy időt kapjunk, legalább egy, két, három tempót szoktunk ilyenkor kapni, és ez a vezér b ez egy korai vezérkirohanás, ami azért általában nem szokott sikerhez vezetni, a mai modern számítógépek is már beáldozzák a, a, gyalogot, és nem az anyagot nézik, hanem a kezdeményezést és a figurák aktivitását, tál meg aztán pláne. És tulajdonképpen így szinte kényszerítjük, hogy leüsse, mert amennyiben ezt nem teszi meg, akkor el tudunk sáncolni hosszúra, és akkor megvédjük a B2 gyalogunkat, és és onnantól kezdve a vezér B6 lépésnek kifejezetten semmi értelme nem lesz, mert neki B5, B4-jel kéne támadnia, és ez saját maga fogja megakadályozni. Tehát vezérüti B2-t lépett, nem várta meg a hosszú sáncot e, e, fekete, bástja B1, tempó, vezér A3, és futó C4. Tehát pillancsunk rá az állásra, világosnak ugye már négy könnyű tisztje kifejlődött, két nehéz tisztje kifejlődött, és a következőben el tud sáncolni, és miénk a centrum is, tehát tökéletes, ugye megnyitási alapelveknek, sötét vezér össze-vissza Bóklászot, ugye egy egyetlen egy gyalogér, és egyetlen egy könnyű tisztel van kifejlődve, ez édes kevés. Ilyenkor gyorsan, tevékenyen kell játszani, és minél hát, hamarabb meg kell támadni az ellenfelet, vonalat kell nyitni, hogyha van rá lehetőség. Vezér a itt próbált egy kötést létrehozni. El sáncolunk és E6. Hát fekete nagy bajban van ezből az E6-ból is látszik, egy kicsit fél a futónak a mozgásától. Ha például 20 f 6 ot lépett volna, akkor meglépjük az E5-öt, és további teret lenyerünk róla, ugye, ha már a térelő érvényesítésről is volt egy pici szó, és azt gondolom, hogy ez nagyon kellemetlen, mert nyílik a vonal, a vezérünk is majd később itt az F7 pont ellen fog tudni támadni, nem egy szerencsés állás. Hatott lépett, és megint egy tévhitet azért elhesegetnék, azért a Tál nagyon jól számolt, és nem csak az intuíciójára alapozta ezeket, ezeket a támadásokat, tehát biztos volt benne, hogy itt lesz valami, de először még előkészítjük. Hozzuk az új figurát a játékba, egy új barátot is meghívunk itt a buliba, és az H8 királyt röngen támadás alá fogjuk vetni. Ha majd esetleg eltűnnek az egyalogok, akkor ennek nagy jelentősége lesz. Mi csinált szegény fekete? Még egy gyaloglépést lépett. Ájjajajajajaj, ilyet ugye nem csinálunk. Ezek a gyaloglépések, ezek bizony gyengítések. Még így a B6 mező is kigyengült. Hát valószínűleg B5-öt akar lépni, de hát nagyon-nagyon el fog késni. És akkor Világos itt már úgy gondolt, hogy valami konkrétat kéne találni, valahogyan előre kéne jutnunk. Több lépés is felmerülne bennem. Állít az előt lépés még egyelőre nem lépte meg, hanem provokálta, hogy az ellenfél lépjen előtött és úgy nyíljon ki a, a D vonal. Nekem amúgy ez is szimpatikus, bár valószínűleg zárni fog, és akkor itt még olyan azonnali nyerésünk nincsen, mert ha például Huszárüti D5-öt lépünk, az egy nagyon-nagyon szép lépés lenne, mert itt ugye a vezérek felfedik egymást, vezérüti D2, Huszár c csak az a baj, pont el tud úgy menni, hogy lógjon a, e, a huszárunk, és tisztet azért még itt most nem akart áldozni a világos. Ezért a futó F4-jel itt a centrális gyalogot támadta meg, és amit ha le tudunk ütni, akkor még a sáncolást is meg tudjuk akadályozni. tehát sötétnek sok lehetősége nincsen, e, ugye meg kellett lépni az E5-öt, ha jó, hanem jó, D üti E5, és D üti E5. Na most ez egy izgalmas állás, mert hát iszonyú fejlődési előnyünk van, és el tudtuk érni azt, hogy kinyíljon a D -vonal. És akkor itt ebben az állásban világos, rendkívül erős lépéssel folytatta tovább. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit lépnétek. Itt is érdemes megállítani a videót, gondolkozni egy picit, és annak is örülnék, hogyha majd utána megírnátok kommentbe, hogy sikerült-e eltalálni. Egy fontos, erőteljes, dinamikus lépés kerestetik. meg is mutatnám. Vezér d6 a legerősebb lépés az állásban ami egy nagyon erős vezérbetörés, egyrészt a sáncot akadályozza, másrészt meglógatja az e gyalogot, harmadrészt, ha elmegy az A5 vezér, akkor esetleg ilyen vezér c is fogunk tudni jönni, és hát természetesen majd egy bástyának itt D1-en, hogyha lesz helye, akkor azért a D8 mező fele is fog kacsingatni. És hát nagyon nehéz mit csinálni, ha a futóval megpróbálod kiűzni, akkor azt, az, azt, a nagy nehezen lenyert gyalogot azonnal nyerem vezérüti e vezérüti előt, 5 e után, hát nem csak, hogy visszanyertem a gyalogot, de ezt az elfély gyalogot ezt nem igazán tudod megvédeni, mert ha a futóval véded meg, akkor leütöm, és egy bástya megjelenik a hetedik soron, ha pedig huszárral véded meg, akkor ezt kiütöm, és huszárüti elfét után itt egy nagyon kellemetlen villát fogok adni. Tehát futó F8 nem jó lépés. Ha leütöd elüti f 4 akkor most figyeljetek, én mondtam, hogy az E1 bástya rá fog majd kacsintani egy szép napon az E8 királyra, bum, huszár d 5 lépünk, és nagyon nagy erővel fenyeget a huszár c7, és amennyiben leütöd, akkor eljutti d után tényleg elérkeztünk oda, hogy ez a király szörnyű helyzetben van. Gyakorlatilag be van mattolva, közbe tehetsz valamit, de az kapásból le fogom ütni, és pár lépésen belül mattot adunk. Tehát éppen ezért vezér D8 egy nagyon erőteljes lépés volt, tehát hiába lóg egy tisztünk, ő nem vitte el, Viszont ezzel még egyet beáldozott, és vezérüti C3 jött is a partiban, sötét részéről, a, talán a legjobb esély. Itt már akár az E5-öt is kiüthetnénk, és e eljut után is szerintem jól állunk, tehát itt azért ez egy kellemes állás, mert itt ilyen szép kis nyársakat tudunk létrehozni, ez is meglehetősen kellemes, de itt jön az új figura a játékba, Bástya D1. Mondtuk is, hogy ha elmegy a vezér, akkor meggyengül a D8 mezőt, tehát mattal fenyegetünk, és például a kokáért, ha most lépsz egy futó f6-ot, akkor huszár üti e5 van, a futó túl te, lesz terhelve, és futó üti f mattot nem könnyű kivédeni. Hogyha vezér a 5 akkor most figyeljetek, milyen szép kis matton van, bum más t b7, a védőfigura eltávolítása, ugye futó üti b7, jogos a kérdés, hogy miért kellett elterelni a c8 futót? Hát ezért, hogy futőti f jöjjön, királyúti f 23 g egyedül egy helyed van, és ez a kulcs. Ez a kulcsa a változatnak, hogy vezér f be tudjuk mattolni. Tehát ugye, ha most lenne C8 futó, akkor nyilván kijutni, a vezérünket, és akkor itt mat lesz a végén. Azért ez nagyon szép, és ezekben brilliáns volt a tál, ezeket pillanatokon belül látta, sokkal gyorsabban számolt, mint a sok vetétársa, Botviniknál is mindenképpen gyorsabban számolt. Itt is huszár D7 következett a partiban, de erre is nagyon hasonló mat fog érkezni, mert az E6 mező már le van takarva, és innentől kezdve ugyanúgy tudunk futóüti f lépni, ugyanúgy tudunk 20 g 5 sakkot lépni, és akkor itt vezér elhat után fekete udvariasan feladta, nem várta meg a mattot, bár akár meg is várhatta volna, hogyha 20 tesz közbe, akkor sakk, és egy szép kis 20 adunk, azért ez elég elegáns, Amennyiben pedig király D8-at lépsz, akkor huszár F7-sak, és vezér D6 lesz a mat, game over. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép parti, mindösszesen csak 17 lépés. Miért tudott ilyen gyorsan tál partit nyerni? Azért, mert fekete nem tartotta be a megnyitási szabályokat, alapelveket, azért, mert tál remek helyekre, agresszív helyekre helyezte el a figuráit, ki tudta nyitni a nyílt vonalat, és végezetül pedig pontosan számolt, és a megfelelő matképeket fel tudta ismerni. Tehát rövid parti volt, nagyon jól össze volt állítva az egész. Ha valamit ezek közül nem jól csinált volna, akkor bizony sokkal nehezebb partia lett volna. A megnyitási elvek azok nagyon-nagyon fontosak, bármilyen szintű sakkozók is vagyunk. Látjátok, hogy még a mesteri szinten is sokszor ezeket nem tudják az emberek. Ezett volna az első parti, amit szerettem volna megmutatni. És ezek után egy, egy, egy diagram szeretnék nektek bemutatni, ami szintén nagyon-nagyon izgalmas. Tál ebben a partiban világossal játszott, és az lenne a kérdésem, hogy ebben az anyagilag megbomlott egyensúlyú állásban hogyan folytatnátok tovább. Világosnak egy bástyája és egy gyalogja van, ugye elvileg 6 pontot ér, sötétnek pedig két könnyű tisztje, az is elvileg 6 pontot ért, tehát anyagilag egyenlő, de mégis érezzük, hogy ez a parti nem lesz döntetlen, tehát valakinek itt előbb-utóbb igaza lesz és ez a valaki, ez bizony azért világos. Ugye gondolom, hogy megnéztétek, hogy hogyan kell egy állást értékelni. Ha esetleg nem, akkor javaslom, hogy tekerjetek vissza az egyik első videóra. Az nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, ami fontosabb. Hát itt azért ez az F7 király, ez meglehetősen gyenge. Ez egy nagyon nehéz lépés, amit most következik. Tehát javaslom, hogy állítsátok meg a videót, gondolkozatok rajta, akár saktáblán tegyétek ki, számoljátok le a variációkat, mert bizony partit kettő lépésen belül megnyerte a tál, de pont itt a 37. lépésben, ugye az idő ellenőrzés előtt, szerintem nem egy könnyű feladat. No, meg is mutatom, hogy mi a megoldás. Remélem megállítottátok, és remélem, hogy eltaláltátok. Majd mindenképpen írjátok meg kommentben, hogy ti mire gondoltatok. Itt ebben az állásban a jó lépés az B3. Sötétnek a koordinációs problémáit tudjuk ezzel kihasználni, hogy össze visszaállnak a figuráik. Tehát nincsen összhang az ő állásában a vezér, a futó, a király és a huszár között, míg azért a mi állásunkban van, és ugye ez a szabad gyalog is azért nagyon-nagyon sokat segít nekünk. Tehát ha rögtön adunk egy sakkot, akkor egyszerűen huszár fogok lépni, és nagyon-nagyon sok mindent még egyelőre nem értem el. A király biztonságban van, majd későbbiek során ilyen futó d 5 sakvezérekre is kell gondolni, akár vezérciattal le is tudja cserélni a vezért, tehát ez, és hát lóg a gyalogunk is természetesen, tehát ez nem olyan nagyon egyszerű állás, itt még akár sötét is állhat jobban. Ha rögtön vezére 4 lépünk, hogy itt be akarjuk mattolni az ellenfelet, akkor itt pedig sötétnek lenne egy nagyon érdekes menekülési lehetősége. Ugye Steinitznek volt ez a híres mondása, hogy a védelem hát ereje az kimeríthetetlen. Hát persze ez sem mindig igaz, de azért védekezni is tudni kell, futó elhatott lépünk. Ami látszólag rossz, mert de jött után lóg a futó, ráadásul mattal, és ha elmész, akkor mattot adok, de pont van ez a sak futó H3-mal, és ez kellemetlen. Ez kifejezetten kellemetlen, és amikor leütöd, akkor sak, ha vezér G2-t lépsz, ugye, az is egy lehetőség, akkor viszont meg már nem lesz ilyen mat támadásod. Király H2, leütöm, vezér G2, vezér E3, és bizony-bizony, van egy minőség előnyed, oké, okay, de millió akkot akarok adni, később akár a huszát be tud jönni a támadásba, ez közel sem olyan egyszerű állás. Tehát vezéren így is egy logikus lépés, de ezeket itt össze kell kombinálni, és először B3-at lépni, mert most már vezér D5 fenyeget, és király e 7 ugye, vezér D7 az matta jönne, tehát ha mondjuk például ezt leütöd, akkor sak, itt vagyunk és mat, ez elég kellemetlen. És mit tudsz ezzel ellen csinálni? Ugye nem sok mindent, ráadásul a futód iszonyatosan be van szorulva, tehát egy kicsit úgy jártunk, mint a Fisher spassky amikor leütötték a H2 gyalogot, ugye ott is elkapták a futót, és a Huszár E7-tel védett ki, akkor pedig ez egy nagyon szép motivum, hogy vezér H5 irányából tudlak megtámadni téged, és akkor itt ebben az állásban Fekete föladta a partit, mert király E6-ra D5 nagyon kellemetlen, és föl kell áldoznod a Huszárodat, Hogyha 20 G6-ot lépsz, akkor ugyanúgy eljutottam d 5 re és ugyanazt a mattot fogom beadni. Ha pedig G6-ot lépsz, akkor meg már ez a gyalog is itt sakkallóg, és ez bizony-bizony meglehetősen kellemetlen lesz az ellenfél számára. Tehát ez a B3 lépés ez nem volt könnyű, kíváncsi vagyok, hogy kinek sikerült ezt eltalálni és hát remélem, hogy tetszett a tál válogatásom. Sokan írtátok, hogy szeretnétek vele kapcsolatosan több videót is megnézni. Szerintem majd a későbbiek során is lesz még egy-két tálparting, most ezt a kettőt hoztam nektek. Remélem, hogy tetszett, és akkor ahogy mondtam is az elején, a következő játékosunk, akinek meg fogjuk nézni a játszmáit, és egy picit beszélünk róla, az Murphy lesz, akit szintén nagyon sokan kértetek. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, hogy lájkoljátok, ne felejtsetek el feliratkozni, hogy közelebb kerüljünk az ezer feliratkozóhoz, mert akkor jön a sakszimultán, amit sokan-sokan vártok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Hajrá, Centrum Sakkiskola! Sziasztok!